Az újvidéki mezőgazdasági kar tanárai és a meghívott szakemberek két nap alatt 22 előadás keretében tekintik át a növénytermesztés helyzetét. Elemzik a problémákat, amelyekre megoldást is javasolnak. Teret kap a klímaváltozáshoz igazított növénytermesztés és a vízgazdálkodás is. Elmúlt az az idő, amikor az eget okoltuk a veszteségünk miatt. Tudjuk, hogy léteznek már olyan növénytermesztési eljárások, amelyek alkalmazása csak is tőlünk függ. Helyes termesztési gyakorlattal megelőzhető, hogy a szárazságnak súlyos következményei legyenek. A tartományi mezőgazdasági titkára megnyitón elmondta, hogy a mezőgazdasági kar a legmegfelelőbb helye a tudomány és a növénytermesztési gyakorlat találkozásának. Egyúttal a várható támogatásokra is kitért. Az ipar végrehajtása mellett a 2018-as évben az összes eddigi tartományi mezőgazdaság támogatási rendelkezés megmarad. Külön hangsúlyt fektetünk a 40 évnél fiatalabb gazdálkodók támogatására, az úgynevezett startup program keretében. Összesen 200 millió dinárral segítjük őket. Az idei évben a borászat versenyképességének növelésére is sokkal több pénzt fordítunk, mint tavaly. A szaktanácskozás szervezésébe több szövetkezet és gazdaszervezet is bekapcsolódott. Többek között az entai gazdakör is. Örömmel fogadtuk, hogy ezen mi igenis benne leszünk, mivel hogy mi a termelők érdekeit próbáljuk képviselni, és a termelők irányába próbálunk dolgozni. Itt a mezőgazdasági karon az ember nagyon sokat meg tud tanulni, illetve meghallgassa az előadókat, és kicsit fölfrissíti az elkövetkező lépéseket, ami szükséges lesz a tavaszi vetéseknél, vetszerezéseknél, és én szerintem ez egy nagyon gazdaságos, nagyon jó. Holnap 10 órakor lesz a mezőgazdasági miniszter előadása. Az előcsarnokban kisebb kiállítás várja a gazdákat, ahol a magházak kínálatáról is tájékozódhatnak. Az Újvidéki Kutatóintézet például 15%-kal olcsóbban kínálja majd a magkukoricát.